Köszöntöm az esti mérleg nézőit, megújult a Mezőfalva a Nagyvenyém közötti útszakasz. Az esti mérlegben ezzel fogunk foglalkozni, maradjanak velünk! A munkaerő mobilitás elősegítése érdekében szükség van az országban a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Délfehérben megújult a Dunaujváros Sárbogárd közötti út egy szakasza. A Nagyvenyém és Mezőfalva közötti host ünnepélyes keretek között adták át. A négy számjegyű utak felújításának egyik élharcosa vagy előharcosai voltunk, és ennek a gyökere és az alapja 2016. május 31-én Dunaujvárosban a Modern Városok Program keretében miniszterelnök úr és a Dunaujváros megyei jogúváros polgármester által aláírt Modern Városok megállapodás volt, hiszen annak az első pontja az, amely azt írta elő, hogy meg kell valósítani a Dunaujvárosba vezető négyes számjegyű utak, és itt jelesül a 62-19-es út és a további részei, tehát Sábogárdig terjedő Mezőfalva, Sábogárdig terjedő terület, és majdan Németkérig a fennmaradó rész, hogy ez a feladat miért került prioritásra, hadd világítsa meg egy nagyon fontos gondolattal, a munkaerő mobilitás. Az utóbbi időben már arról beszélünk, és a Dunaujvárosban is több fórumon elmondtuk, hogy ma a fejlődés továbbvitelének a alfája, omegája, hogyan tudjuk a munkaerőt olyan minőségű körülmények között, olyan minőségi utakon, tömegközlekedéssel, illetve a beszállító autóbuszoknak jó minőségű utat biztosító utakon behozni, akik Dunaujvárosban azoknál a vállalatoknál dolgoznak, amelyek az utóbbi időben nagyon komoly fejlesztéseket hajtottak végre. Miniszterelnök úr, látva azt a fejlődést, amelyet Dunaujvárosban a munkahelyek teremtése érdekében megtettünk, és köszönöm az elődeimnek is, elnök úrnak is, mint országgyűlési képviselőnek, és azóta, mint a város minden egyes fejlesztési figyelemmel kísérő embernek a tevékenységét, hogy olyan helyzet állt elő, hogy a munkaerő mobilitáshoz ma már mindenképpen hozzá kell járulni az utakkal. Utána hozzá kell járulni infrastruktúrával, olyan infrastruktúrával, amely lehetővé teszi, hogy a egyéb vonalas létesítményeink is, a vasút is megújuljon, ami most van éppen folyamatban a Pusztaszabolcs, majd a Dunaujváros irányába menő vonalnak és Paks irányába menő vonalnak a megerősítése. Tehát a térségben azt ismerte fel a kormány, amelyet mi jó szívvel fogadtunk, hogy azokat a forrásokat, amelyeket lehet egyesítve, teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy elkészüljön a négyes számjegyű utak felújítása. Tulajdonképpen igazából az a 2,5 milliárd forint, amely két választókerületet közvetlenül érint, ez még kiegészül a Sábogárdi 5-ös kerületen kívül a következőkben Németkér és Paks közötti felújítással is. Tehát tulajdonképpen igazából a paksi beruházásnak egy alternatív útvonalát is meg tudjuk teremteni szállítások révén. És hogy útfejlesztéseknél vagyunk, és folytassuk a jó híreket, előkészítés alatt áll a 8-as gyorsforgalmi út tervezési munkálatai, amelyek reményeink szerint 2022-23-ra már olyan szinten végleges engedélyes tervekkel fognak rendelkezni, amelyel a jelenlegi négy számjegyű utak mellett egy korszerű gyorsforgalmi úthálózatnak is a részei leszünk. Pentelehíd és Balatonvilágos M7-es, illetve a M8-as, majdan pedig Kecskemétig az autópályába volt bekötés lehetősége. A felújítás Nagyvenyém teljes átkelési szakaszát érintése a mezőfalvai körforgalomnál végződik. A szakaszon található buszmegállók is megújultak, és két új buszöböl is épült. További 3,2 milliárd forint fejlesztési pénz érkezhet a megyénkbe, melyből ez a 31 kilométert meghaladó útfejlesztés megtörténhet. Ennek az útfejlesztésnek a mai átadásán 7,5 kilométer utat fogunk átadni. Köszönöm a kivitelezőnek a jó minőségű utat, ma végigjártuk, és látszik, hogy ténylegesen professzionális munka történt. Még természetesen köszönet a közútnak is a közreműködésért, és kormány megbízott úrnak is, nem csak a mai projekt kapcsán a közreműködésért, hanem valamennyi több forrás végrehajtása kapcsán azért a közreműködésért, amivel maga a kormányhivatal és az alátartozó szakigazgatási szervek az engedélyeztetés eljárási folyamatok kapcsán nagyban segítik a munkánkat. Az ő háttér támogatásuk is elengedhetetlen ahhoz, hogy határidőben meg tudjuk valósítani a munkálatokat. Még annyit szeretnék elmondani top forrásgazdaként, hogy a megye időarányosan nagyon jól áll a források
lekötése és a források lehívása megvalósítása kapcsán is, de ami még fontosabb a települések és a lakosság életében, hogy úgy látom, hogy sikerült azt a célkitűzést megvalósítanunk, hogy a korábbi fejlesztési gyakorlattal ellentétben olyan fejlesztéseket tudunk a megye valamennyi településén megvalósítani, amelyre a lakosságnak, a településen élőknek igényük van, az ő életminőségüket javítja. Ha csak a két települést nézzük, Nagyvenyimet, Mezőfalvát, amely között a mai útszakasz átadása megtörténik, Mezőfalván óvodát avathattunk nem olyan régen több forrásból, épületenergetikai beruházás zajlik, és helyi kohézió, építés, erősítés mintegy 300 millió forint összértékben, Nagyvenyimen pedig egészségügyi alapellátást tudunk fejleszteni, szociális alapellátást, épületenergetikát, kohézióépítést és helyi fenntartható közlekedés fejlesztést szintén több forrásból, mintegy 380 millió forint összértékben. Ha ezekhez hozzá tesszük a mai közel 1 milliárd forintos útfejlesztést a két település között, akkor szerintem nem vitatható, hogy a településen élők igényeit a legmesszebb fokon ki tudjuk elégíteni ezen fejlesztésekkel. A megyei önkormányzat részéről a közeljövőben is azon fogunk dolgozni, hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani. Az útszakasz megtervezésében, kivitelezésében a Magyar Közút Nonprofit ZRT játszotta a főszerepet. A térségben élőknek és a Magyar Közútnak is egy régi terve válik ma valóra, 6219-es útnak egy jelentős szakasza felújításra került. Az útburkolat 1980-ban épült, azóta gyakorlatilag érdemi felújítás az útszakaszon nem történt. A térségbeli gazdasági szerepét miniszterelnöki biztos úr elmondta, ezt a forgalomnagyság is igazolja. Ezen az útszakaszon naponta több mint 5000 jármű harad át, amiből több mint 300 nehéz gépjármű. Ez is bizonyítja ennek az útvonalnak a jelentőségét, hiszen összeköt egy megyei jogú várost egy másik jelentősebb mezőgazdasági várossal, és sok jelentős települést felfűz, tehát közvetve több tízezer fehérmegyeri polgár életére van hatással. Az útszakasz felújítása már régóta tervezett volt, de az elmúlt években nyílt arra lehetőség, hogy megvalósulhasson. 2017-ben kötött a Magyar Közút Nonprofit ZRT támogatási szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium irányító hatóságával a Dunói Város Modern Városok program keretében, ezen útszakasz megvalósítására is. Ezen támogatási szerződés még tartalmazza a Mezőfalva-Sávogár közötti szakasz felújítását is, a 6219-es útnak, illetve a Pakszecei útnak, a Fejér megyei szakaszának a felújítását. Ennek a topos csomagnak az első elemének az ünnepélyes hajtótájékoztatóján vagyunk ma jelen. A burkolat állapotán kívül, mint említettem, 1980-ban épült, még a baleseti helyzetről is számot kell, hogy adjak. Sajnos a forgalom nagysággal összefüggésben nagyon szomorú ennek az útszakasznak a baleseti statisztikája. Az elmúlt 5 évben 21 baleset történt ezen az útszakaszon, amiben 6 fő elhunyt a balesetekben, 12 fősú pedig súlyosan megsérült, tehát egy nagyon rossz baleseti statisztikájú útszakasz felújításáról beszélhetünk. A műszaki terveket a Magyar Közút 2017-ben elkészítette, a tervezője a Bokut Terv mérnöki és vállalkozó Kft. Volt. A projekt egyik fő eleme az volt, hogy a burkolat felújításra kerüljön, és a burkolat összefüggésben lévő közúthálózati elemek felújításra kerüljenek. Ezért a tervezett beavatkozás az volt, hogy az előregedett köporéteget lemarjuk, és egy 4 centi kötőréteget és egy újabb 4 centi kopóréteget ráépítsünk a burkolatra. Ez az is jelzi, hogy a burkolat vastagabb lett, tehát egy réteg aszfalttal több van a burkolaton, ez reméljük, hogy az élettartamát a burkolatnak jelentősen meg tudja növelni. Mintegy 7,5 km útszakasz felújításáról van szó, ez Nagyvenyém teljes átkelési szakaszát érintette és a Mezőfalva körforgalomnál végződött. Viszonylag nagy mennyiségű aszfalt bedolgozására került itt sor, közel 2000 tonna kötőréteg és 2000 tonna kopóréteget épített be a kivitelező. Nagyon fontos eleme a projektnek a burkolat felújításán kívül a forgalombiztonság növelése, hiszen a baleseti statisztikák javítása mindenképpen a célunk. Ezért a szakaszon meglévő 12 darab autóbuszöbből átépítésre került, ezek betonburkolatúvá kerültek kialakításra, szabványos autóbuszöblök épültek, illetve korrigálásra kerültek, és
biztonságos utasperonok épültek, ugye ezek azt teszik lehetővé, hogy az utasok biztonsága le is fel tudjanak szállni az autóbuszokra. Mezőfalva térségében két új autóbuszöbölt tudtunk építeni. Polgármester úrnak és a településnek régi vágya volt, hogy új helyen a lakosság igényeknek megfelelően épüljön egy autóbuszöbölpár. Ezen projekt keretében ezt is sikerült megoldanunk. Nyilván a burkolatfelújítás mellett fontos szerepet játszott a vízelvezetés rendezése, az útcsatlakozások rendezése, illetve forgalombiztonsági szempontból még Nagyvenyemen sikerült egy fontos lépést megtennünk. Itt, ahol most vagyunk, a Fő utca, az Eddiegeben egy rendkívül hegyes szögben csatlakozott a 62-19-es jelő úthoz, ami a nagysebességre ösztönözte a járművek kikanyarodását, illetve bekanyarodását erre a Fő utcára. Ezt ezen projekt keretében sikerült korrigálnunk, már öregesen ráfordítottuk a főútra, ugye ez a járműveket lassításra kényszeríti, és sokkal biztonságosabban lehet itt a főutcába ki és bekanyarodni. A forgalomtechnika is teljesen megújult az átépített szakaszon, új közúti acél vezetőoszlopok kerültek kihelyezésre, 37 darab új kresztábla, 422 négyzetméter tartós gépi burkolati jel, és 112 négyzetméter kézi jel került felfestésre. Összesen közel 300 UCI jelző oszlopot helyeztünk ki, mind Nagyvenyémnél, mind pedig Mezőfalvánnál ezeket besűrítettük, illetve sárga haráncsikozást festettük fel, ugye ezek lassítókapuk szerepét látják el, a településre érkező járműveket arra ösztönzik, hogy csökkentsék a sebességüket. Az elkészült 7,5 kilométeres útszakasz nagy segítség a térségben élőknek. Dunaújváros és Sárbogárd között egyrészt a munkaerő áramlás szempontjából, másrészt balesetvédelmi szempontból nagyon fontos és hiánypótló beruházás tudott most megvalósulni. Ahogy hallhattuk is, több mint 40 éves úthálózatot sikerült felújítanunk. A megyénk életében és Délfehér életében ez egy nagyon nagy pillanat, hiszen több mint 31 kilométeres szakaszon újulhat meg az út, a mai nap ebből 7,5 kilométert adtunk át, beruházás összérték is 3,2 milliárd forint. A megyei terület és településfejlesztési operatív program keretéből tud megvalósulni ez a mai fejlesztés. Azt szeretnénk, hogyha az elkövetkező időszakban ilyen és ehhez hasonló fejlesztésekkel tudnánk a településen élők életét segíteni. Az egyik legfontosabb a fejlesztésben, hogy segíti a lakosság mindennapos kényelmes és biztonságos utazását a munkahelyre. A munkahelyi mobilitás szempontjából és a Dunaújváros megközelítése szempontjából kiemelten fontos miniszterelnökkel kötött megállapodás a Modern Városok Program keretében ezt a célt tűzte ki, jelesül az első pontja ezt tartalmazta, hogy Dunaújvárosban, Dunaújvárosi nagyvállalatoknál dolgozó emberek munkahelyre jutása az mindenképpen zökkenőmentesen és jó minőség után történjen, az infrastruktúrális fejlesztés elengedhetetlen volt, és ebben azt gondolom, hogy miniszterelnök úr jól felismerve ezt a jelentőségét támogatta, és tulajdonképpen úttörő módon mi vagyunk az elsők, akik ezt meg is valósítottuk a négyszárvegyi utak vonatkozásában, erre is büszkék vagyunk. Az útszakasz két települést érint, Nagyvenyémen halad keresztül. Ennek az 62-19-es útnak a teljes Nagyvenyémet érintő átkelési szakasza felújításra került, és hogyha keresztül jöttek itt a településünkön, akkor láthatták, hogy ehhez az útszakaszhoz közvetlenül is több ingatlan kapcsolódik, úgyhogy az ő számukra ez elsődleges, hiszen gyakorlatilag a házuk bejáratáig vittük el a jó minőségű közlekedési útvonalat, de mivel erről a főútról, ami ketté választja a mi településünket, két irányba osztva, egy déli és egy északi irányba, közelíthető meg a település teljes terület, belső területe, ezért minden olyan lakosnak, aki Nagyvenyém belső részén lakik, ez egy hatalmas fejlesztés, és hát az emberek életminőségét a közlekedés határozza meg elsősorban, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon fontos. A 3,2 milliárd forintos topforrásból összesen 31 kilométeren újulhat meg az út Fejér megyében. Ebből az átadott 7,5 kilométeres szakasz közel 800 millió forint költséget jelentett. Az esti mérleget látták, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!